QuizFire. Online quiz program, felszerelve a szükséges eszközökkel, felesleges bonyodalmak nélkül. Sótonyi Bálint vagyok, Szabadkáról. Programokat írni 8. koromban kezdtem, megérteni őket pedig nem sokkal rá. Középiskolás éveim alatt kipróbáltam magam játékok, weboldalak, asztali alkalmazások és felhasználói szkriptek készítése terén. Olyan általános és területenként mélyebbre nyúló tudást szereztem, amelyekkel a mindennapok alatt alkalmanként felmerülő problémáimat könnyedén meg tudtam oldani. Egy ilyen szükségből született ez a projektem is. A szabadkai 52-es számú Koszlányi Dezső cserkész csapat egy vezetőjeként, mikor egy cserkészbál szervezésében vettem részt, felmerült ötletnek a csoportos quiz. Ilyesmit már ezt megelőzően is próbáltunk, és ez a néhány próbálkozás olyan problémákra és hiányosságokra világított rá, mint a jelentkezők sorrendjének pontos meghatározása, a pontszámvezetés és a quiz szerkesztésének elérhetősége a vezetők felől. Felismertem a lehetőséget egy webalkalmazás kidolgozására, így rögtön nekiálltam. A program céljainak a következőket határoztam meg. Egyszerű, online hozzáférhetőség és szerkeszthetőség. Felhasználóbarát dizájn. Válaszidők szerinti pontos sorrend felállítása, pontszámvezetés. Új technológiák elsajátítására és alkalmazására már nem volt időm, így azt használhattam, amihez értettem, ezért a webprogramozás eszközeit vettem kézbe. A weboldal frontend része HTML, CSS és JavaScript nyelvekből áll. A backend felét PHP-ben írtam, a kettő közti kommunikációra pedig Ajax technikát használtam. Térjünk az alkalmazás működésére. Először az admin felület kezelését mutatom be, utána pedig a quiz működését fogom prezentálni. Íme a kezdő oldal. Az itt található bejelentkezés gombra kattintva és a megjelenő jelszómezőt kitöltve lehetséges a belépés. Az admin felület főoldalán egy táblázatban listázva tekinthetjük meg a létező quizek részleteit, lehetőséget a quizek módosítására, törlésére, illetve indítására, de erről később. Hozzunk létre egy új quizt. Itt adhatjuk meg a quiz beállításait. A program első verzióját új, több válaszos játékmód fejlesztésével egészítettem ki, ezt is itt a típus mező változtatásával próbálhatom ki. Közvetlenül alatta van az, amitől quiz a quiz, a kérdések. A beállításaik segítségével egyedivé tehetjük mindegyik kérdést, így elkerülhetjük a monoton játékélményt. A quizzel elkészültünk. Kezdődhet a játék. A quiz mindenki által látható kell, hogy legyen. Egy képernyő is megteszi, de ideálisabb kivetíteni, lehetőség szerint. A személyek vagy csoportonként egy valaki a telefonján a linkkel a főoldalra kerül, a generált kódot beírva csatlakozik, beír egy nevet vagy csapatnevet, és ha mindenki csatlakozott, a játékvezető elindítja a quizt. Nézzünk egy kérdést az egyválaszos játékmódból. A telefonokon egy lámpakörte van, ami ha kigyúlik, azt megnyomva jelezhetik, hogy rájöttek a válaszra. Idő előtti gomnyomásért opcionálisan büntető másodperceket ró ki a program, így később gyúlik csak fel a lámpájuk. A jelentkezések sorban jelennek meg a főképernyőn. Ha mindenki válaszolt, a játékvezető időt ad a csoportnak, amikor szóban elmondhatják a válaszukat. Helyes válasz esetén odaítéli a pontot, ellenkezőleg pedig sorban a következő kap lehetőséget. Több válaszos játékmód. A telefonokon körte helyett, amikor lejár a beállított várakozási idő, válasz lehetőségek jelennek meg. Ezzel kicsit könnyebb feladatot adva játékosoknak, így például fiatalabb gyerekekkel is lehet játszani. A főképernyőn a jelentkezések válasszal együtt jelennek meg, és az első helyes válaszolónak odaítélhető a pont. A quiz végén a pontszámok utolsótól kezdve az elsőik jelennek meg. Az érdeklődők felhasználói jelszót a képernyőn látható linken keresztül tudnak igényelni egy jelentkezési ív kitöltésével. Az elkészített quizeket publikálni is lehet, így mások quizeit is ki lehet próbálni.
Ehhez a kvíz beállításai közt a láthatóságot publikusra kell váltani. A személyes kvízekhez csak a készítője férhet hozzá. Hogy kinek szánom a programot? Célközönséget alkot minden olyan kisebb-nagyobb közösség, amely új módot keres tudásfejlesztésre és szórakozásra. A programot már akár alsós diákok is tudják kezelni, így minden korcsoport számára egyaránt megfelelő választás. Quizfire. Tudásfejlesztő délutáni program kis és nagy társaságoknak, egyszerűen, modern módon.